Nagyon vártuk ezt a győzelmet, és szerintem mindenki látta, hogy a csapat elég komolyan megdolgozott ezért a sikerért. Nagyon sokat tettek azért, hogy nyerjünk. Én azt gondolom, hogy a másik félidőben főleg elég jó tempót is diktáltunk, meg voltak a nagyon nagy helyzeteink, lehetett volna sokkal több is. A szélén nem úgy tudtuk megmondani őket, nem úgy tudtuk játszani a játékot, ahogy kellett volna, tehát ott voltak hibák, a szünetben megbeszéltük, a Queen elmondta, felhívta a figyelmet a hibákra, illetve váltott, ugye a Polényit behozta, aztán elmondtuk a Gabinak is, hogy mi az elvárás, és a Gabi gyakorlatilag betartotta az utolsó pontig, és hihetetlen, hogy három ilyen zicserbe tudott kerülni. Hát az nagyon sajnáljuk, hogy nem rúgta be, viszont azt gondolom, hogy nagyot lendített a csapaton az ő játéka, hát illetve a Mundiroli volt szerintem az, aki nagyon labdabiztos volt, illetve nagyon sok olyan paszt adott, lásd gólpassz, amiből egész komolyan tudtunk építkezni, úgyhogy ráadásul elől nagyon sok labdaszerzés volt. Igazából a Lukasz sallagmentesen szerintem jól játszott, a Thiago abszolút megcsinálta a dolgát, tehát jól passzolt, a helyén volt védekezésben is, tehát rendben volt. A Davidsonnal hát ott voltak problémák, szerintem kicsit túl izgult ezt a történetet. Hát a Bobot meg a gólya minősíti, úgyhogy igazából...